Az Ez itt a kérdés stúdiójában Árvai Zoltán. A magyar egyetemek nemzetközi versenyképességének, az oktatás színvonalának növelése, valamint minőségi képzési infrastruktúra felépítése, ezekkel válhat Magyarország regionális tudásközponttá az egyetemi modellváltásnak köszönhetően. Erről beszélgetünk ma este, kezdünk! Érkezik hozzánk Stumpf István, az egyetemi modellváltásért felelős kormánybiztos szerint a visszajelzések is azt mutatják, sikersztori lett az egyetemi modellváltás. Az intézmények megállják a helyüket a felsőoktatás globálissá vált versenyében. Itt lesz velünk a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár is. Hankó Balázs úgy látja, a fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen előreléptek a magyar egyetemek a világ felsőoktatási rangsoraiban. A stúdióba várjuk a Magyar Táncművészeti Egyetem rektorát. Fodorné Molnár Márta szerint a legfontosabb, az egyetem unikális arculatát és korábbi erényeit megőrizve haladni a korral. És Skype kapcsolaton csatlakozik hozzánk a Pécsi Tudományegyetem rektora. Miseta Attila úgy véli, új lehetőséget nyíltak az egyetem előtt. Az új fenntartói rendszer optimális kihasználása a fejlődés egyik kulcsa. Jó estét kívánok! Egy évvel a felsőoktatás szerkezetváltása után nekem már sokszor egy kicsit avitnak tűnik még mindig a modellváltásról beszélgetni. Lassan másfél év telt el azóta, hogy ezek az egyetemek átestek ezen a szerkezetváltáson, vagy ezen a strukturális koncepcióváltáson, és talán az is elmondható, hogy olyan stratégiai lépéseken túl vannak, mint az üzleti terv elkészítése, mint a felelős minisztériummal, az ITM-mel való finanszírozási megállapodásnak a megkötése. Tehát azért már jelentős lépéseket megtettek. Mondhatjuk azt talán, hogy egy második szintre lépett ez a szakasz. Túl vagyunk a nehezén, ami a szerkezetváltást illeti? Szerintem igen. Azért egy évvel ezelőtt, amikor én megkaptam a kormánybiztosi felkérésemet, akkor még azért sokkal bonyolultabb volt a helyzet, és sokkal negatívabb volt az embereknek a percepciója arról, hogy akkor mi is történik az egyetemek házatáján. Ma már azt gondolom, hogy egyértelmű az, hogy egy megújuló egyetemi struktúráról beszélünk, egy olyan világról, ahol hozzáigazítjuk a egyetemek működési módját ahhoz a világkihíváshoz, ami egyébként a globális tudás megszerzéséért és a magyar hallgatók nemzetközi versenyképességének a javításáért szolgál. Tehát ilyen elkötelezettséget egyetlen kormány sem árult még el, hogy ennyi pénzt juttat a felsőoktatásba, és ezt nem csak odaadja egy megalvat struktúrának, hanem olyan minőségi követelményeket támaszt például a finanszírozási szerződésben, ahol lehet mérni, hogy valójában eljutottunk-e addig az eredményig, amit akarunk, és ezt közösen határozták meg a minisztérium és az egyes egyetemek. Ezekről a minőségi követelményekről szerintem mindenképpen beszélnünk kell még ma ebben a műsorban, de akkor egy picit visszacsatolva itt a beköszönésemhez, amikor ugye elmondtam egy-egy gondolatot önöktől, ugye úgy fogalmazott Stumpf István, hogy ez egy sikersztori. Sikersztori így a másfél év tükrében? Szerintem igen, én most már 17. egyetemen voltam az elmúlt fél évben, ahol a hallgatók a középpontban programot bonyolítottam, mert meg akartam tudni, hogy a hallgatók hogyan értékelik ezt a modellváltást, független attól, hogy egyébként őrájuk hat a legkevésbé az első időszakban, de az a negatív környezet, ami körülvette a modellváltást, az egyértelműen pozitívvá vált, a vezetőknél határozottan és láthatóan érzékelik azt, hogy esélyük van olyan stratégia kialakítására, ahol a versenyképesség és az egyetemnek a tudás átadó és tudásvonzó képessége megnövekszik. Tehát én azt tudom mondani, hogy igen, ez egy sikersztori. Arra kíváncsi lennék, hogyha már van köztünk két intézményvezető, hogy ők hogy élték meg ezt a másfél évet, mert szerintem vezetési szempontból, egy intézmény vezetése szempontjából itt azért olyan új kihívások adódtak és jöttek be a szervezetek életébe, amelyek korábban nem találkoztak, amelyek egy új helyzetet teremtettek, és a szervezet teljes struktúrájában itt átalakításokat kellett ahhoz végezni, hogy ezeknek a, hát most már üzleti feltételeknek is megfeleljenek. Igen, ez valóban így van, mondjuk nem minden egyetem esett át másfél évvel ezelőtt ezen a modellváltáson, vannak akik csak 2021. augusztusában, de már ez alatt a rövid idő alatt is mi is úgy éljük meg, hogy ez egy sikertörténet és egy sikersztori. Valóban rengeteg feladat volt itt a piaci igények elvárásaihoz igazodni, ez tartalmilag is, a képzés tartalmát illetően is, meg az anyagiakat tekintve is. Tehát egy egészen másféle szemléletet és gondolkodást igényel, mert valóban az a cél, hogy a magyar egyetemeken a képzés a világ élvonalába tartozzon, és ehhez itt most gyakorlatilag nagyon sok minden adottá vált. Miseta Attila rektor úrhoz fordulok, nem tudom, hogy Pécsen rendben hall-e minket. Pécsen sokkar van, hatalmas egyetemi szervezet van, ott mennyire ment zökkenőmentesen ez a szerkezetváltás? Én azt gondolom, hogy a várakozásnak megfelelően alakult, legalábbis az én optimista várakozásaimnak megfelelően mindenképpen, hiszen mi ugyan egy nagyon kritikus nép vagyunk, és általában azt a struktúrát, azt a munkakörnyezetet, amiben létezünk, azt kritizáljuk, de amikor ki kell belőle lépni, hát akkor bizony előtérbe kerül az aggódás, és bizony voltak ilyen hangok, ahogy azt Stumpf István úr is elmondta. Mára ezek a hangok nagyjából elhallgattak. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt fél évben, hiszen mi is körülbelül egy erős fél éve léptünk bele a modellváltás folyamatába, egy olyan munka folyt az egyetemen, ami nagymértékben pacifikálta ezeket a hangokat. Kihívást is jelent természetesen, folyamatos munkát jelent, új lehetőségeket jelent, és ezekhez az új lehetőségekhez fel kell tudni nőni. Én azt gondolom, hogy a legjobb úton vagyunk. Érdekes, hogy rektor úr ugye ezekről a hangokról beszélt, ugye idézve őt, ha már onnan indultunk, hogy sikersztori, történhetett volna ez, vagy alakulhatott volna ez másként? Tehát itt azért beszélhetünk olyan radikális átalakulásokról, ami akár rosszabbul is alakulhatott volna, vagy pont a mi felsőoktatási intézményünk felkészültsége hozhatta azt, hogy ez ilyen zökkenőmentesen bonyolódott. Azt fontos látnunk, hogy a felsőoktatási intézmények 2021 év elején kezdeményezték a stratégiai fejlesztési irányai között azt, hogy egy új struktúrában, egy autonómabb modellben kívánnak működni, és ez a nyári modellváltást megelőzően egy folyamatos együttgondolkodás, egy folyamatos egyeztetés volt az, ami azt gondolom, hogy a siker meghatározó garanciális eleme volt. Egy olyan szabályozási környezetet sikerült kialakítani, amely az új működési modellben az autonómiát biztosítja az intézményeknek, egy nagyon jelentős forrásbiztosítás, vagyonjuttatás valósulhatott meg, amelyel együtt az intézmény és a fenntartó felelőssége is megnövekedett, és egy együtt gondolkodás eredménye volt az a 6 éves finanszírozási szerződés és 25 éves keretmegállapodás, amelyet tavaly ősz elején alá tudtunk írni a 21 modellváltó intézménnyel, és azt hiszem, hogy ebben minden egyes felsőoktatási intézménynél sikerült megtalálni az általános előrevívő szempontok mellett is, ami a képzést, a kutatást segíti, a hallgatóknak a jogos elvárásait tovább viszi, azokat az intézményi specifikumokat, amely, hogyha éppen a Táncművészeti Egyetemre gondolok, ez mindig egy örök kérdés, hogy mondjuk amit máshol publikációban mérünk, azt a Táncművészeti Egyetemen hogyan mérjük. Hát ott a koreográfia a publikáció, vagy ott a specialitása a nemzeti táncörökségnek a megőrzése, amelyre különös tekintettel figyelmet kívánunk fordítani, de akár ha a Pécsi Tudományegyetemre nézünk, akkor ott az orvosképzésnek az erősítése, amely méltán híres a nemzetközi erőtérben is. Tehát egy a teljes magyar felsőoktatás megújító gondolkodás indult el a modellváltásban. Alakulhatott volna természetesen másként is, kialakulhatott volna egyfajta technikai obstrukciója az egyetemeknek, vagy az a vád, amit itt meghangoztattak, hogy majd elfoglalja a politika az egyetemeket, a kuratóriumok révén is súlyosan sérül az egyetemi autonómia, hogy a kormány nem tartja az ígéretét, és azok a financiális ígéretek, meg támogatás, ami az egész egyetemi struktúra megújítását, és az életpálya modell megújítását jelenti, mert ugye azt kellett elérni, ismernünk, hogy az egyetemi oktatói pályának a kiválasztása, vagy az amellett való döntés, az ne a szegénység vállalását jelentse, és ne az történjen, hogy 3-4 egyetemen kell valakinek oktatni ahhoz, hogy megfelelő jövedelemhez jusson. Most szerintem az egyetemek már ezt lehet látni, igen jelentős módon módosítottak ezen, hiszen a tehetséges oktatókért és a tehetséges hallgatókért való kiélezett harc az az elkövetkezendő időknek egy nagyon fontos természete lesz. Hát, ha már a technikai obstrukciót említette kormánybiztos úr, akkor voltak itt azért komoly támadások és kritikák, ugye elsősorban az ellenzéki oldalról. Ugye most van itt néhány idézet nekem feljegyezve, egy, ami úgy szól, hogy közösen és együtt fogjuk visszaállítani az egyetemek autonómiáját és a tudás becsületét. Talán itt a mondat első részén van a hangsúly. Nos. Ez az autonómia kérdés, ez egy örökké előjövő kérdés. Bocsánat, egy jobbikos országgyűlési képviselő felszólalásából szólt ez a gondolat. Igen, ezt sejtettük, gondoltuk, ismertük. Az autonómia kérdés, az 4 alapvető autonómia elemet szoktak az európai egyetemek vonatkozásában vizsgálni. 1. Erről sokat beszéltünk, az oktatás-kutatás autonómiájáról, ez az alaptörvényben biztosított, és az elmúlt időszakban kiteljesedett. A másik a pénzügyi autonómia. Ha csak azt vizsgáljuk, hogy az elmúlt időszakban átlagosan ezen intézmények vagyonjuttatást kaptak a működési finanszírozásuk 2,5-szeresére nőtt, egy sokkal nagyobb pénzügyi autonómiával rendelkeznek. Szervezeti autonómia. Távolabb kerültek a kormányzattól, hiszen új fenntartó testületek jöttek létre. Ez egy szabadabb szervezeti működési modellt jelenthet, hiszen egyedi, egyéni szervezeti működési formák alakultak ki az adott intézményi specialitásoknak megfelelően, tehát autonómabbá vált ez, és ne felejtsük el, a 4. autonómia kérdés, az a munkavállalóknak az autonómiája, és azáltal, hogy most már nem közalkalmazott jogviszonyban vannak, hanem úgynevezett munkatörvénykönyv jogviszonyban, ezáltal a munkavállalói autonómia is kiszélesedett. És ez csak egy kérdést, hát egy kiegészítést még, hogy látjuk az elmúlt időszakban, hogy jelentik be az egyetemek, hogy hol, milyen bérfejlesztés történt, amely az egyetemi oktatói pályának az életpálya irányába történő jelentős előremozdulását biztosítja. Márki-Zay Péter azt mondta, hogy lényegében ez az egész átalakítás ez nem más, mint csak egy háttérország, egy játéktér kialakítása, egy esetleges fideszes kormány választási bukása esetén. De hát Márki-Zay Péter nagyon sok mindent mondott. Ajánlom neki, hogy járja végig az egyetemeket, találkozzon az egyetemek vezetőivel és hallgatóival, mint ahogyan én is tettem ezt, és majd kíváncsi vagyok, hogyha ő ezt az úgynevezett autonómia, hogy régi rendszert, állítsuk vissza a régi rendszert, ezzel a programmal áll oda, akár a rektor úrhoz, vagy akár a rektorasszonyhoz, akkor mit fognak válaszolni erre az egyetemek? Én úgy gondolom, hogy elindult egy olyan folyamat, amelyben nagyon sok együttműködés kell, a szenátus, a kuratórium, a hallgatók együttműködése, az egész civil környezet, amely körbeveszi az egyetemet. Én azt látom, hogy ez elindult, tehát ők egy pozitív elkötelezettségben vannak. Hogyha jön majd az ellenzék és ilyeneket mond, azon túl, hogy állítsuk vissza és romboljuk le azt, amit az Orbán kormány elindított, azt gondolom, hogy ez egy nagyon destruktív program, és meg vagyok győződve róla az én saját tapasztalataim alapján, hogy az egyetemek, a 21 modellváltó egyetem az szinte 100%-ban biztos nem akarja visszaállítani az eredeti állapotot. 63 egyetemi intézményünk van, felsőoktatási intézményünk, ebből 21 modellváltó egyetem, 180 000 vagy valamivel több hallgató van itt, az több mint 2/3-át jelenti a magyar felsőoktatásnak. Tehát, hogy mi történik az egyetemeken, nagyon fontos, hogy mi történik például Pécset, ahol az egyetem az egyik legnagyobb foglalkoztató, vagy mi történik például Szegeden, ahol a megyében is a legnagyobb foglalkoztató, 12 karával, Debrecenben. Tehát a vidéki egyetemek belépése az nyilvánvalóan egy új szakaszt jelentett a modellváltás során. Sokkal nehezebb volt nekik ezt a kérdést kezelni, részben a klinikák miatt, a tanító és tanárképzés problémái miatt, de úgy gondolom, hogy megoldották és mennek előre ezen az úton, és bízom benne, hogy ez tényleg a szakmailag is egy olyan vonzerőt fog gyakorolni, amit a hallgatók is érezni fognak, hiszen az egész a hallgatókért van. Még egyetlen egy fontos dolog, amit talán érdemes tudnunk mindig, amikor ezeket a kérdéseket föltesszük. Ha megnézzük a modellváltott intézményeket a tavalyi év során, a szenátusi tagok 87%-a támogatta a modellváltást. És hogyha most megkérdezünk számos olyan szenátusi tagot, aki annak idején nem volt teljes mértékben a modellváltás mellett, az elmúlt időszak sikereinek köszönhetően, az új finanszírozási szerződésnek köszönhetően támogatják és egyetértenek a modellváltás irányába. Akkor most beszéljünk a hallgatókról, és ha már Pécset is megemlítettük, akkor az intézményvezetőkhöz fordulok, és rektorasszonytól most elnézést kérek, de elsősorban most akkor kérdezzük meg Pécset, ha már Sky kapcsolaton van itt, rektor úr, hogy milyen a hangulat az egyetemen, és szándékosan így teszem fel a kérdést, de én most nem elsősorban a kollegiális szinten vagyok kíváncsi erre, hanem a hallgatók között, hogy a hallgatókkal van-e valamilyen párbeszéd, a hallgatóknak a visszajelzéséből mit vonnak le, ők hogyan értékelik ezt az átalakítást? Természetesen az oktatást csak úgy gondolom, hogy fokozatosan és némi átmenet után fogja ez az átalakítás érinteni, amennyiben az egyik kiemelt célja az éppen, hogy az oktatás színvonalát emeljük. És ezt nyilván egy féléves időperiódusban megítélni igen nehéz. Annyit viszont el tudok mondani, hogy a hallgatók képviselőivel és a hallgatók döntő többségével igen-igen jó a kapcsolat. Egyébként ez a modellváltás idején is így volt. Természetesen diszonás hangok azok mindig vannak. Azon vagyunk, hogy mindenkit meggyőzünk arról, hogy a modellváltás az valóban egy pozitív folyamat. És egy kicsit csatlakozva Stumpf Istvánhoz, én is úgy gondolom, hogy egy józan politikus nem mondhat mást, még választások előtt sem, mint hogy ami jó, azt megtartjuk, és nem révedezünk vissza abba a múltba, ami nyilvánvalóan meghaladott volt, mind európai, mind pedig magyar értelemben már. Rektor asszony, én az edukáció kiállításon megnéztem az önök standját, ott jó hangulat volt. Hát a Magyar Táncművészeti Egyetemen nyilván feltételezem mindig jó hangulat van, de mi a helyzet önöknél hallgatói fronton? Ahogy a kormánybiztos úr mondta, tulajdonképpen fél év alatt a hallgatók olyan sokat ebből nem tapasztaltak meg, de ugyanakkor mégis. Itt az anyagi lehetőségek kibővülése már most lehetővé tette, hogy mondjuk a világ legjobb képzőhelyeiről hívjunk meg oktatókat. Hogy oda küldjük ki a mi oktatóinkat, hogy tanuljanak, és azt a tudást hozzák haza, és ezzel megismertessék a legújabb tendenciákkal a mi hallgatóinkat. És valóban az oktatói bérezés is érződik a hallgatókon, mert ez az oktató kisimultabb, az valóban nem rohan el 5 másik helyre még tanítani, tehát úgy tud felkészülni, úgy tud kurzusokat tartani, hogy ebből a hallgatók profitálni tudnak. Az elmúlt fél évben több mint 650 hallgatóval találkoztam személyesen. Feltettek több mint 250 kérdést, és látható volt, hogy nincs protest hangulat, hogyha valaki arra számított, mondjuk akár az ellenzéki oldalon, hogy majd a hallgatókat fel lehet lázítani. Volt ilyen időszak, amikor azt lehetett hinni, hogy majd az SZF-s előtörténet okán itt majd az egyetemi hallgatók azok tiltakozni fognak az egyetemi átalakításokkal kapcsolatban. Nem ezt tapasztaltam. Vannak bizonytalanságok, például az ösztöndíjakkal kapcsolatban, de minden egyetem ezt megpróbálja valamilyen módon kezelni. Kialakítanak speciális ösztöndíjakat. Például lent Győrben Covid ösztöndíja, Szegeden egy hátrányos helyzetűeknek adott ösztöndíja, vagy Sárospatakon a Tokaji Egyetem együttműködési szerződést köt a 27 településsel, és felajánl nekik az ottani diákoknak ösztöndíjat. A számos egyetem keresi a módot arra, hogy hogyan tudja az egyetemi hallgatóknak is komfortosabbá tenni az életét, és egyébként meg a minisztérium meg számos olyan elemet épített be ebbe a szerződésbe, amely kifejezetten a hallgatóknak a helyzetét próbálja javítani. Melyek ezek az elemek? Tehát azok a 6 éves finanszírozási szerződések, amelyet a modellváltó intézményekkel kötöttünk, hogy az első évben 30%-nyi, a második évben 40%, az harmadik évben 50%-nyi teljesítmény, minőségi finanszírozást tartoznak. Bocsánat, érdemes megnézni ezt a táblázatot, ugye ez egy nyilvános táblázat, hogy azért többszöröződtek a támogatások ezeknek az intézményeknek. 2,5-szereződtek átlagosan ezek a támogatások, ezzel európai vonalába kerültünk GDP arányosan. De hogy milyen indikátorok, milyen minőségi szempontok vannak ebben? Szinte mindegyik indikátor a hallgatókért van. Nézzük végig. Akkor több finanszírozást kap az intézmény, ha a hallgatói lemorzsolódás, a hallgatói kiesés csökken. Mi fog történni? Mentorprogramok indulnak. Akkor növekszik a finanszírozás, hogyha a hallgató időben megy végig a képzési szerkezeten, tehát innentől fél évről fél évre halad előre. Ilyen elemek vannak még benne, térségben tartása, ahogy kormánybiztos úr is említette. Arra ösztönözzük az adott intézményeket, hogy az adott térségből vegyenek föl hallgatókat, és akkor a térség munkaerőpiaci elvárásainak megfelelően történjen az elhelyezkedődés. Ne felejtsük, ma a diplomás bérelő 80% és 1,2 hónap alatt a végzést követően munkát talál magának a diplomás hallgató. Vagy nemzetközi esítés. Plusz forrás van arra, ha külföldi vendégoktatók jönnek, vagy hogyha a hallgatók külföldi ösztöndíjjal rövid időre külföldre mennek, vagy külföldi hallgatók érkeznek. A tehetséggondozási ösztöndíjunk, szakkollégiumi plusz ösztöndíj rendszerünk és plusz támogatásunk van. Tehát ezek mind-mind olyan elemek, amelyek az oktatást, a hallgatói jólétet kívánják előtérbe helyezni, és pont most szombaton a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáján fog a minisztérium a hallgatói konferenciával együttműködést kötni, amelynek például az egyik elem, hogy folyamatosan vizsgáljuk fel, folyamatosan nézzük ezeknek az indikátoroknak a teljesülését, a hallgatói szolgáltatásokat hogyan tudjuk ebben tovább bővíteni. Tehát azt gondolom, hogy ezekben a finanszírozási szerződésekben kódolva van az a jó irány, amely előrébb viszi hallgatói szempontból és a felsőoktatásunkat. Egy minőségpolitika, egy pozitív értelemben véve előrehaladás van kódolva. Jelenti ez azt, hogy a rendszert ki kellett mozdítani egy betokozódott állapotából? Mert hogy nagyon sokszor halljuk azt a kritikát is, hogy kvázi a kormány ezzel kitolta ezeket az intézményeket egy piaci versenyhelyzetbe, ahol egymással kell versengeniük, de ez baj lehet? Egyáltalán? Azt gondolom, hogy az állam nem vonulhat ki a felsőoktatás finanszírozásából és a felsőoktatás szabályozásából sem. Ez a bizonyos szerződés, amit a felsőoktatással kötöttek a különböző intézményekkel, lehetővé teszi az állam számára a finomhangolást is hosszú távon. Tehát persze, sokkal közelebbi kapcsolatot kell a piaccal is építeni, és a felhasználókkal is. Én ugye bíráltak emiatt, hogy azt mondtam, hogy egyfajta állóvíz volt hosszú időn keresztül a felsőoktatás rendszere, hogy inkább a teljesítmény visszafogásra ösztönzött, mert úgyis megkapta a költségvetésből a pénzt, és hogy ehhez mindenképpen kellettek mindenféle változtatások. Számos dologgal kísérletezett maga a minisztérium korábban, ez volt szerintem a kancellári rendszer bevezetése, amit van, aki nagyon jónak tartott, mert akkor a gazdasági szempontok jobban megjelentek az oktatásban, mások viszont ezt rossznak tartották, mert akadályozta például az akadémiai kutatási innovációt, meg a szabadságot, de ugyanez volt a konzisztóriumi rendszer, amelyik megpróbálta az üzleti szférához közelebb vinni az egyetemeket, tehát sokféle kísérlet volt arra, hogy ezt a fajta betokosodott rendszert, ahogyan említette, azt kimozdítsuk, és szerintem ez egy radikális lépés volt, kétségtelen, hogy a fenntartói jogokat átadta az állam a kuratóriumoknak, de ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy hanyat homlok kimenekült. Én járom az európai országokat is, hogy a jó tapasztalatokat összegyűjtve Magyarországon tudjuk hasznosítani, és ott az derült ki, hogy például a portugáloknál is, de a finneknél is az alapítványi modell ellenére az állam mintegy 70%-kal jelen van a finanszírozásban. Most látjuk, hogy január 18-án az Európai Bizottság kiadott egy európai egyetemi stratégiáról szóló kezdeményezést, aminek az a lényege, hogy egy európai oktatási térséget akarnak létrehozni, azon elvek alapján, amiket mi itt a felsőoktatási reformmal elindítottunk. Tehát bizonyos értelemben, ha azt mondja ez a program, hogy az egyetemek az európai életmódnak a világító tornyai, én mindig azt hangsúlyozom, hogy a magyar egyetemek a magyar kultúra újratermelésének a legfontosabb orgánumai, megújítani, és igen, a nemzet jövőjének és tudáskészletének a világító tornyai, tehát nagyon oda kell figyelni, mert az ország versenyképességét és a nemzeti identitás megmaradását is szolgálja, hiszen ők hordozzák ezeket a tudáskészleteket mindenhol máshol. Tehát a Táncművészeti Egyetemnek is van egy olyan sajátos tradíciója, amit sehol máshol nem lehet elsajátítani, és az a magyar kultúrában mélyen be van ágyazva, és nevelésről is beszélünk az egyetemeken, nem csak ismeretátadásról. Tehát ezek mind nagyon fontosak. Milyen érdekes, mert eljutottunk egy olyan pontra, amelyet Hankó Balázs is mondott itt a bemutatkozójában, vagyis amit én mondtam el ugye helyette, az a bizonyos nemzetközi porondra való lépés, vagy nemzetközi rangsorokban való megjelenés, ami kétségkívül fontos, és kétségkívül, hogy eddig ez a világító torony állapota mondjuk a magyar felsőoktatásban csak nyomokban, csak egy-egy helyen volt jelen. Előre tudnak lépni most ebben az új rendszerben az intézmények, és akkor most rektorasszonyhoz fordulok elsőként, nemzetközi porondon véve itt, ugye akár a publikációkat nézzük, akár a külföldi hallgatóknak a megjelenését nézzük a rendszerben. Abszolút előre tudunk lépni. Ugye ez óriási segítség volt például a művészeti egyetemeknél, hogy a művészeti produktumok is kutatásnak és publikációnak számítanak. Az egyetemi rangsorokban elég nehéz itt megjelenni, mert ez gyakorlatilag, most körbenéztünk, hogy a világban mondjuk a táncművészettel van-e ilyen rangsor. Ilyen nincs, de mi meg tudjuk méretni úgy a hallgatóinkat, hogy nemzetközi versenyekre küldjük, a legjelentékenyebb nemzetközi versenyekre, és ez abszolút egy visszaigazolás számunkra, hogy jó úton járunk, valóban ott tartunk a világ élvonalában, vagy esetleg valami módosítani kell. Úgyhogy mindenféleképp meg tudunk jelenni, és nálunk óriási igény van a külföldi jelentkezők részéről. Tehát nagyon sokan választanák nem csak a Magyar Táncművészeti Egyetemet, de a Zeneakadémiát is, a MOMÉT is, mert pontosan tudják, hogy nagyon piacképes tudással fognak innen távozni, nagyon színvonalas képzést kapnak itt. Nálunk egyelőre még az infrastruktúra nem elég fejlett ahhoz, hogy az igényeknek megfelelően tudjuk fogadni a külföldi hallgatókat, de ezen vagyunk, hogy ezt megoldjuk valamilyen módon. És hát azért, hogyha a Magyar Táncművészeti Egyetemet nézzük, akkor talán pont itt jön be az a faktor, amit kormánybiztos úr is említett, hogy az entitás, amit a magyar kultúrán keresztül tudnak ugye megmutatni a nagyvilágnak, talán az is egy jó hívószó lehet. Abszolút. Itt az egyetem évtizedeken keresztül, és most is a magyar kultúra ápolásában óriási szerepet játszik. Nagyon minden nemzetközi jelentős társulatnál vannak magyar művészek, kiemelkedő szólista művészek, és ez az egyik irány. A másik a nemzeti identitás megőrzése, itt elsősorban a néptánc területén, ahol mi együttműködünk a Kárpát-medence országaival, ahol igény van erre, és próbáljuk segíteni az ott élőket. Létfontosságú számukra ez. Pécsen mi a helyzet? Mert talán a Pécsi Egyetemnél ott pont mondjuk, ha eddig beszéltünk a publikációkról, akkor a publikációk is az egyik olyan pont lehet, amely egy jó mérőszám, egy jó faktora lehet annak, hogy tudják mérni a teljesítményt. A Pécsi Tudományegyetem egy sokkerű egyetem, és természetesen az, amit az előttem szóló elmondott, az igaz a művészeti karunkra, vagy éppen a humanitásokra, de van olyan érdekes aspektusa is, hogy a mi oktatóink a Marosvásárhelyi Orvos- és Gyógyszerészképzés támogatásában, vagy a Délvidéki Ápolóképzés támogatásában igen aktív szerepet vállalnak, és a jövőben is vállalni fognak. A helyzetünk természetesen könnyebb, hiszen az élő és élettalan természettudományok területén nemzetközi rangsorok léteznek. Ezek feltöltése, mégpedig korrekt feltöltése, én úgy gondolom, hogy önmagában sem egy egyszerű feladat. Erre az utóbbi időben, mivel ehhez most már anyagi érdekünk is fűződik, különös hangsúlyt fektetünk. Ugyanakkor el kell mondani, és éppen a közelmúltban néztem rá, hogy a Pécsi Tudományegyetem Web of Science, illetőleg Scopus citációi nagyon szépen fejlődtek az elmúlt években is, de látni kell azt, hogy a világ is fejlődik. Igen, ez egy nagy kihívás. Egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy azokon a területeken, amelyeket itt Balázs is felsorolt, és amelyek indikátorként az egyetem teljesítményének az elismerésében szerepelnek, jól teljesítsünk. Mondhatnánk erre azt, hogy ezen indikátorok után az egyetem részesedik bizonyos többletfinanszírozásban, de hol maradnak a humanitások, és hol maradnak a művészetek különösen. Éppen ezért azt a módust választottuk, hogy az ezen indikátorok és teljesítmények után beérkező pénz egy részét is a humanitások, illetőleg azon területek között osztjuk szét, amelyek direkt módon nem tudnak részesülni, hiszen a számukra nemzetközi rangsorok nincsenek, vagy a hozzáférés sokkal nehezebb. Ezt persze olyan módon állítjuk össze, hogy a saját maguk számára egy belső értékmérő rendszert kell kialakítani, és ennek kell megfelelni, hiszen ösztönzőként ez egy nagyon jó tényező abban az irányban, hogy ők is egyre jobban teljesítsenek. Úgyhogy alapvetően úgy gondolom, hogy ezek a változások, ezek tényleg alkalmasak arra, hogy az emlegetett és általam is aláírt állóvízből kizökkentsék az egyetemeket. Milyen érdekes, hogy valahogy mindig a minőségnél lyukadunk ki, tehát a minőség javításánál. Azt azért mondjuk el a nézőknek, hogy a sokat emlegetett indikátor az ahhoz a támogatási formához köthető, amit ugye most, ahogy mondtuk, hogy a magyar kormány meg 2,5-szerezte átlagosan ugye ezeket a támogatásokat. Ezt nem csak úgy adja, hanem ezekhez bizonyos feltételekhez meg kell felelni, nem kötelező teljesíteni, de talán pont az a piaci verseny, amire már hivatkoztunk, hát azt követeli és kényszeríti ki ebből az intézményekből, hogy ezt teljesítsék, és ezáltal a saját minőségüket javítsák, és nyilvánvalóan többletpénzhez jutnak így. Így van, tehát a finanszírozásnak a harmadik évben már az 50%-a ilyen indikátoroktól függ, de hogy nézzük ezt akkor a nemzetközi leképeződésben. A világban 28 000 egyetem van, és a világ 28 000 egyetemek közül a legjobb 5%-ban 11 magyar egyetemünk van, és erre a 11 magyar egyetemre jár a hallgatóknak a 2/3. De mi ezzel nem elégszünk meg, és pont ezekbe a finanszírozási megállapodásokba azt rögzítettük, hogyha előre lépnek meghatározott rangsorokban az intézmények, figyelembe véve az intézmény sajátosságait, ugyanúgy a művészeti területen vagy a tudományegyetemek esetében, akkor egy extra plusz éves kutatási bónusztámogatást kapnak, hiszen ezekkel a rangsorokkal mind az oktatásnak, mind a kutatásnak, mind a hallgatói infrastruktúrának, szolgáltatásoknak az előrelépése megvalósul. És hogy a magyar felsőoktatás jó irányba megy, az mutatja azt is, hogy az elmúlt években, 2013 óta 65%-kal nőtt a nemzetközi hallgatóknak a száma, tehát most már kicsivel több mint 40 000 nemzetközi hallgatónk van. De a nemzetközi esítési elem mellett azért fontos a magyar kultúra, a magyar tradíció, a magyar tudás, a magyar hagyománynak a megőrzése. Éppen ezért szoktuk ezt a megújított felsőoktatást, vagy a megújuló felsőoktatás programját Klebersberg 2.0-nak hívni, mert hogy azt gondoljuk, hogy hasonló átalakulás az, ami most a felsőoktatásban történik, mint Klebersberg Kunó minisztersége alatt történt. Így van, és ez összekapcsolódik azzal is, hogy ez egyfajta vidékfejlesztési program is. Hogyha vidéken meg tudjuk erősíteni a tudásközpontokat, amelyek nagyon fontos integráló szerepet töltenek be az adott területeken, azért ne felejtsük el, hogy voltak viták arról, hogy milyen irányban menjünk tovább az egyetemek fejlesztésénél, centralizáljuk, hozzunk létre néhány nagy egyetemet, ahol biztos, hogy a versenyképességi lajstromokban nagyon jól szerepelnénk, hiszen kutatások is oda lennének csatolva, meg több más minden, ami szép. Vagy pedig azt mondjuk, hogy a különböző helyein az országnak építsünk tudásközpontokat, mert az részben a népesség megtartó képességhez járul hozzá, részben lehetővé teszi azt a mobilitási csatornát, amelyet egyébként, ha nem lenne ott, akkor főváros vagy nagyváros vonzata, és ugyanakkor egy olyan új világhoz, egy fenntartható világhoz, egy zöld egyetemek. Hát például jól olvastam a Pécsi Egyetemnek a programjában, ő egy erőteljes zöldítési programot akarnak elindítani. Mindenhol a fenntarthatóság középpontba került, tehát nem csak a nemzetközi versenyképességi rangsorokban való előrelépés a fontos, hanem hogy ezek a tudásközpontok hogyan tudnak élesztőként működni a vidék társadalmában, és tudnak olyan innovációs központokként is működni, amelyek egyébként hatnak a lokális környezetre. Talán a legizgalmasabb része a finanszírozási megbeszéléseknek ez volt, amikor feltérképeztük egy egyetemnek a térségi szerepét. És olyan indikátorokat, jellemzőket kötöttünk bele, mondjuk Kecskemét esetében, hogy Kecskemét környékén milyen munkaerőpiaci elvárások vannak, ahhoz hogyan illeszkedik a képzési struktúra, hogyan veszi föl a térségből a fiatalokat az egyetem, és hogy maradnak a térségben a végzett fiatalok, de ez ugyanez így igaz Győrre, Pécsre, Pécs környékére is, tehát ezek tényleg jó egyeztetések, jó közös gondolkodások voltak, és igen, ettől függ a finanszírozás, igen, ha ez így teljesül, akkor egy fenntartható felsőoktatási és társadalmi innovációs ökoszisztéma alakul ki. Kárul kemény tárgyalófél volt, ezt jelezték az egyetemek, úgyhogy nem volt vele egyszerű megállapodást kötni, de végül is megállapodást kötöttek, és elismerik az egyetemek is, hogy szükség volt olyan minősítő paraméterekre, amelyek aztán a későbbiekben visszakérdezhetők, és van valami viszonyítási alap, hogy akkor mi történik. Korábban is voltak ilyenek, de nem volt ennyire nevesítve. Mi jön most? Mert talán a munka neheze, ha bár itt, ahogy kezdtük a beszélgetést, akkor azt mondtuk, hogy talán a nehezén túl vagyunk, de azért a munka neheze most következik, és ha már Kecskemétet említette, akkor ott talán már egy olyan eredmény is kibontakozik, hogyha jól tudom, akkor maga az egyetem rá tudott csatlakozni arra az ipari környezetre, ami a védelemiparon belül ugye ott megjelent, és az egyetem rögtön gyorsan tudott erre reagálni, új képzéseket indítva. Ez a szakasza jön most a munkának? Igen, a munkának most az a részén, amikor ezek alapján a indikátorok, teljesítmény, szemlélet alapján minden intézmény ezt karokra, ipari együttműködésekre, hallgatói együttműködésekre, gazdasági szereplőkkel való együttműködésekre bontja, és innentől találja meg ennek az adott intézet, az adott oktató, az adott tanszék esetében azt, hogy mi az, ami előrébb viszi ezen szempontok szerint az egyetemeket, előrébb viszi a kutatást, előrébb viszi a hallgatókat. Meg hát fontos azt is látnunk, hogy léptünk megint tovább egyet, hiszen az egyházi fenntartású intézmények esetében egy hasonló finanszírozást indítunk el, éppen most tárgyalja az országgyűlés az erre vonatkozó jogi szabályozást is, mert azt látjuk, hogy ezen minőségi teljesítmény, illetőleg az egyházi fenntartású intézmények esetében a társadalmi szerepvállalást megerősítő finanszírozási elemek segítenek a felsőoktatásnak, segítenek a magyar gazdaság, a magyar társadalom erősödésének. És szerintem a finom hangolására is szükség van a rendszernek, hiszen azért itt nagyon heroikus munkát végzett a minisztérium és a egyes egyetemek is ezen a nyáron, amikor összehozták ezeket a szerződéseket. Tehát ott ütköztetni kell a gyakorlattal, hogy hol kell a rendszeren finom hangolni, hogyan tudunk tovább menni, hogy a minőséget fokozni tudjuk. Ugyanakkor kialakult egy új modell, 105 ember van a kuratóriumokban. Ez egy hihetetlen nagy kapacitás. A magyar gazdasági, szellemi, politikai életnek egy igen jelentős része érdekelt ebben. Az ő energiájukat hogyan tudjuk hasznosítani a felsőoktatás továbbfejlesztése érdekében. Tehát nem csak a helyi egyetem dolgaiban, hanem például hogyan tudjuk egymásnak átadni a legjobb gyakorlatokat. Milyen rendszerességgel tudunk velük találkozni. Hogyan tudjuk összekötni, és hogyan építünk egy olyan networköt, amelyik abban érdekelt, hogy a magyar egyetemi szféra az felemel emelkedjen, és valóban olyan minőséget tudjon produkálni, amely Közép-Kelet-Európának a tudásközpontjává válik. És erre tudatosan törekszünk is, hiszen nincs olyan hónap, amikor kormánybiztos úrral ne hívnánk össze a modellváltott intézményeket valamilyen konzultációra. Ennek persze vannak pénzügyi részei, vannak elszámolás technikai részei is, de vannak olyan oktatási együttműködéseket, kutatási együttműködéseket inicializáló részei, amely tovább viszik azt a szellemiséget, ami az egész megújított felsőoktatás mögött van. Akkor nézzük meg ezt a networköt, hiszen maga a felsőoktatás az pont abból a kollektívából áll, az előadókból, a publikációkat megírő kutatókból, és sokat beszéltünk már a béremelésről. A béremelés az milyen szakaszában van, és az intézményeket érintve most milyen eredményeket tudott ez felmutatni? Ugye, kétszer 15% béremelés volt hozzárendelve a modellváltáshoz, de ennél jóval magasabb béremelések voltak minden egyetemen, ahogy én tudom. Hát azért csak egy példát elmondanék, hogy a Magyar Táncművészeti Egyetemen valaki 2 felsőfokú végzettséggel augusztus előtt bruttó 219 000 forintot keresett. Most ehhez még a kétszer 15% sem lett volna olyan sok, de alapból megdupláztuk például az oktatóknak a bérét, és arra jött ez a fizetésemelés. Én úgy gondolom, hogy ez azért már jelentékeny. Még nem tudunk a versenyszférával konkurálni, de ez már egy élhető, vagy ebből a bérből azért már meg lehet élni, és itt most én az oktatók legalacsonyabb rétegét mondtam, természetesen egy egyetemi tanárnál. És van egy megtartó eleje. Miseta Attila, úgy hallottam, hogy szólni szeretett volna. Kíváncsiak vagyunk is a véleményére, hiszen hogyha a Pécsi Egyetemet nézzük, akkor szerintem a térség egyik legnagyobb foglalkoztatói közé tartozik. Ott mi a helyzet ezen a fronton? Hát majdnem azt mondhatom, hogy sajnos mi vagyunk a térség legnagyobb foglalkoztatói. Ebben a helyzetben nekünk különösen kiemelt feladatunk az, hogy együttműködve a várossal, a megyével, a régió kulcsszereplőivel segítsük a régiónak a fejlesztését. Az úgynevezett third mission, vagy harmadik küldetés, ha úgy tetszik, az nem kizárólag az itt már részben kibeszélt ipari és szolgáltatóipari kapcsolatokra vonatkozik, ezek fejlesztésére, meg lehet ezek igen-igen fontosak, hanem arra is, hogy ennek vannak szociális aspektusai. Úgyhogy itt úgy gondolom, hogy az egyetem minden kara számára vannak szép feladatok. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy idáig ilyen funkciókat nem láttunk el, de az elvárások most már nagyobbak. Ahogyan szintén elhangzott, az állam nem dobja be az egyetemeket a mély vízbe, hiszen a teljesítmény értékelés alapú finanszírozás az bizonyos fokozatos átmenettel 2004-2005-ben lesz olyan, ami már az említett 50%-os finanszírozási részt célozza meg. Tehát van felkészülési idő, de ez a felkészülési idő nem túl hosszú, és én úgy gondolom, hogy ez a feladathoz mindenképpen fel tudunk nőni. Rendkívül fontos, hogy valóban a 215%-os béremelésen túl az új finanszírozási rendszer alkalmat adott nekünk arra, hogy individuális teljesítményértékelés alapján bár, de a dolgozóink, oktatóink, kutatóink ezek jelentős többletjövedelmekhez juthassanak. Úgy gondolom, hogy bár az anyagiak messze nem minden, de azért fontosak. Nagy viták folynak az egyetemek jövőjéről. Sokan temetik a mostani hagyományos egyetemi rendszert, mondván, hogy például Amerikában túl drágák a tandíjak, és eladósodnak a hallgatók, hihetetlen nagy tandíjakat kell fizetni, ezért 2050-re már nem ilyen egyetemi struktúrával állunk szembe. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy nagyon gyorsan elhasználódnak, elértékelődnek, lecserélődnek azok a tudásbázisok, amelyeket aztán a szakmában használni kell. Tehát az egyetemeknek fel kell készülni arra, hogy a folyamatos képzés lesz az egyik legfontosabb kihívásuk, hiszen a szakmákat folyamatosan meg kell újítani. Tehát olyan képzési szerkezetet is ki kell alakítani, amely képes arra, hogy egyrészt folyamatosan újra képezze a már diplomával rendelkezőket, a frissített ismeretek átadása révén, illetőleg, amiről a rektor úr beszélt, ez az úgynevezett harmadik misszió, amit én is az elején, amikor meghallottam először ezt a szót, nagyon nehezen értettem, gondoltam, hogy ez az oktatási adminisztrációnak valamilyen mozgalmi szlogenje, de aztán rájöttem, hogy valójában ez egy nagyon fontos dolog, ez egy közösségépítés. Az adott területen történő közösségépítés egy olyan centrum, kulturális közösségépítési centrum feladatot kell ellátni az egyetemnek, hogy senki más nem tud ilyet ellátni, mert ő rendelkezik az adottságokkal, helyszínnel, kulturális emberekkel, tudósokkal, és be kell, hogy vonzza nem csak az egyetemi hallgatókat, hanem például mi Sárospatakon Senior Akadémiát indítunk el. Olyan programokkal, amelyek népszerűek, és nagyon sok ember eljön rá, és nem csak a borászok, hanem amiből kapnak olyan ismeretet, hogy megértsék, hogy mit találjuk körülötte. És egy másik nagyon fontos dolog, ez a mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia már itt van, tehát itt van velünk, meg kell akadályozni, hogy a mesterséges intelligencia tegye a nyakunkra a selyemzsinort, és mi próbáljuk kezelni és használni a mesterséges intelligenciát az oktatásban úgy, hogy ez valójában tudás többletet jelentsen, és ne egy kiszolgáltatott. Itt jön az a humán szempont, amiről már sokat beszéltünk. Hát, amiről kormánybiztos úr beszélt, az a központ, tudásközpont, ami szolgáltatja a tudást lényegében hasonlóan úgy, mint akár egy bevásárlóközpont, hogy árucikkeket szolgáltat nekünk. Azt mondta a rektor úr, hogy nem minden az anyagiak körül forog, de mégis, és nyilvánvalóan az a szülő, aki a múlt héten ugye a gyermekével együtt beadta a jelentkezését az adott felsőoktatási intézménybe, azért aggódik azért, hogy vajon a finanszírozás, az államilag finanszírozott képzések megmaradnak-e, és azok továbbra is ilyen számban elérhetőek lesznek-e? Egyrészt jól tette, hogy beadta, másrészt pedig az állami finanszírozás garantált. 2010-ben a felvetteknek 69%-a kapott állami ösztöndíjat. A tavalyi évben 81,1%-a kapott a felvetteknek állami ösztöndíjat. Sokat beszéltünk ezekről a 6 éves finanszírozási szerződésekről, de van egy 25 éves keretmegállapodás is. No, ezekben a keretmegállapodásokban és finanszírozási szerződésben legalább ilyen állami ösztöndíjas arányok biztosítottak és garantáltak. Szóval az állami ösztöndíj kiemelkedően jó Magyarországon, Európa legjobb 6 állama közé tartozik az állami ösztöndíjak vonatkozásában, álljon itt néhány adat. Egy átlagos hallgatónak az állami ösztöndíj, amit a képzése kapcsán vállal a magyar állam, 818 000 forint összességében, ez 170 000 hallgató esetében tesszük meg 140 milliárd forint értékben. Azaz, ezek az állami ösztöndíjak, és ezeknek az állami ösztöndíjaknak az emelkedő aránya a finanszírozási szerződésekben és a keretmegállapodásokban garantált. De még emellett is van 30 olyan ösztöndíjunk, amely több mint 100 000 hallgatónak biztosít éves szinten 60 milliárd forintnyi ösztöndíj lehetőséget. És erre épülnek még rá azok az egyedi ösztöndíjak, amit a bővült finanszírozásból tudnak az adott intézmények biztosítani. Tehát azt lehet mondani, hogy nem csak nemzetközileg versenyképes a magyar felsőoktatás, hanem egy bőkezű ösztöndíj rendszerrel is szolgál. Természetesen ehhez azt az oktatási teljesítményt hoznia kell a hallgatónak, amire viszont a magyar állam jogosan formál igényt. Arról bizonyos második szintről szerettem volna nagyon sokat beszélni ebben a beszélgetésben, ahol az elején elindultunk, de akkor azt kérem, és elsősorban most az intézményvezetőktől, hogy beszéljünk arról, ugye feltettem már azt a kérdést, hogy mi jön most, hogy a munkának mely szakasza következik, és mire készülnek most ebben az új környezetben a felsőoktatási vezetők, és maga az a network, az a csapat, akikről ma sokat beszéltünk. Igen, valóban most már az átszervezésen, meg a szervezeti felépítésen gyakorlatilag túl vagyunk, és valóban most kezdődik el az érdemi munka. Tehát, hogy olyan oktatást, olyan minőségi oktatást biztosítsunk a hallgatóknak, amire piacképes kereslet van, ez a legfontosabb, és amivel ők bárhol, tehát akár Magyarországon, akár ideiglenesen esetleg külföldön jól tudnak élni ezzel a tudással. Tehát ez a legfontosabb. Ehhez számtalan apró dolog tartozik, hogy ez működjön, amit már említettem, hogy a legjobb vendégoktatók meghívása, a saját oktatóink, saját hallgatóink kiküldése, különböző konferenciák, programok szervezése, ez mind ezt segíti elő. És a minőség mellett azért szeretnénk mi egy mennyiségi bővülést is elérni. Rektor úr, Pécsen a kérdés ugyanaz, röviden néhány percünk maradt. Mi az, amiben most itt az év elején, talán még beszélhetünk az év elején, önök belefognak és az új környezetben dolgozni fognak? Természetesen azok, amik elhangzottak, azok ránk is igazak. Ezt azzal egészíteném ki, hogy valóban van egy olyan törekvés az Európai Unión belül, hogy különböző csoportokba szerveződött egyetemek, egyetemi szövetségek egyre inkább szinkronizálják a tananyagaikat, összefogásban olyan kurikulumokat terveznek, ahol a diákcsere mellett az oktatócsere is egyre intenzívebb, és különös figyelem fordul a sokat emlegetett minőségre. Én például a múlt héten Brnóban voltam, ahol meglátogattam a Brnói Egyetemet, akikkel egy rendkívül kordiális együttműködésünk van. Együtt egyébként norvég, német, francia, spanyol és lengyel egyetemekkel. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép kívás, ebben az irányban is el kell tudjunk mozdulni. Egyébként rengeteg feladatot megfogalmaztak itt a felszólók már, és ezeknek a kiteljesítése és egyfajta szemléletváltásnak a keresztülvitele. Mert azért ne feledjük azt el, hogy az oktatóink, kutatóink többsége nem egy kompetitív rendszerben szocializálódott, bár szerencsére nagyon sokan közülük külföldön azért megtapasztalhattak a miénkénél, a korábbi rendszerünknél jóval kompetitívebb rendszereket is. Tehát én nagyon bízom abban, hogy ezt az apró munkát elvégezzük. Valóban fontos lesz itt az is, hogy mivel egy viszonylag radikális változáson megyünk át, hogy ugyanúgy, ahogy a Windows, amikor kibocsátják az új verziót, akkor időről időre frissíteni kell, hol tartunk, milyen kisebb bakikat követtünk el, és ezeket ki kell küszöbölnünk, esetleg új paramétereket behozni az egyenletbe, de én úgy gondolom, hogy jó úton járunk, a lehetőségeket ki kell használni. Rektor úr, ezekről a frissítésekről szerintem még fogunk itt ebben a műsorban beszélgetni, mert ha más nem, akkor még a kutatásfejlesztés mellett a szabadalmak, a publikációk kérdése is nagy hatással lehet akár a magyar gazdaságra. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen. Önök az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. Az Ez itt a kérdés következő adása a Terrorházából jelentkezik, ami a héten ünnepli megnyitásának 20. évfordulóját. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!